Szép estét kívánok, köszöntöm a Fehérvári Beszélgetések nézőit, vendégem Sélei Györgyi, szexológus, mediátor. Jó estét. Jó estét, szervusz. Pazar formában vagy. Boldog és büszke lehet az az emberfia, aki napról napra megérinthet. Most, ha ezt másként fogalmaztam volna meg, akkor lehet, hogy elér engem is az a blokktenger, amiben én eltévejedem mostanság, amikor a szexuális zaklatásokról beszélünk, pedig szépen fogalmaztam, és ráadásul komolyan gondolom. No de, amikor erről beszélgetünk, mert hogy itt az ideje, gondolom én, akkor semmiképpen sem szeretnék szót ejteni Marton Lászlóról, Kerényi Miklós Gáborról, Kevin Spacey-ről, Dustin Hoffmanról, Weinsteinről, Sáros Dirilláról, Tallós Ritáról nem érdekel. Engem az érdekel, hogy a mi köznapi létünkben szexuális zaklatás, mint jelzős szerkezet és nagyon is valóságos történések sorozata mit jelent. Hogyan kell erre gondolnunk, miként lehet megfogalmaznunk, hiszen abban egyetérthetünk, hogy ez nem férfi és nő dolga, lehet akár két férfi vagy két nő, hanem ez általános emberi történet. Szexuális partnerek dolga akkor. Így lehetne fogalmazni talán. És hát azt gondolnám, hogy ennek van egy jogi megfogalmazása, amit nyilván a jogászokat kell erről kérdezni, de szexológus szemmel azt gondolnám, hogy szexuális zaklatás mindez, amit valaki annak él meg. És ennek nagyon primitív, vagy nagyon egyszerű a definíció. Ugyanis, hogyha valaki, aki a zaklató, az elkövető ebben a dologban, ő mondhatja, hogy nem volt szándékában megsérteni valakit, de ha már ezt mondja, akkor ez már tulajdonképpen visszakozált, és mint egy bocsánatkérés. De a sértés akkor is megtörténhet. És az, hogy kinek milyen a személyes érzékenysége, eztől is nyilván nagyon sok minden függ. Néha egyetlen szó, egyetlen érintés már a saját privát szféránkba történő beavatkozásnak minősülhet, ami, hogyha nem kívánatos, akkor abban a pillanatban megvalósul az, hogy ki is vagyok én, és ki bontotta meg az én határom. Tehát fontos az ajánlattétel módja, illetve kell, hogy szó essék ennek kapcsán a kölcsönös beleegyezés jelentőségéről. Hát ez természetesen azt gondolom, hogy nagyon fontos dolog lenne azt tisztázni, hogy ez egy közeledés, aminek megvan a maga tempója, a maga rituáléja, a maga a közelítésnek a tempója vajon alkalmazkodik-e a másik emberhez, vagy berobbanok egy másik embernek a közegébe, és nem érdekel, hogy neki mi a véleménye arról, ahogy én közeledem hozzá, betörök ebbe az intim szférába, akár szavakkal, akár tettekkel. És ez azt is jelenti, hogy nem adok időt a másiknak arra, hogy végig gondolja, hogy ő akarja, vagy nem akarja az én közeledésemet. Ez tulajdonképpen egy társadalmi konvenció? Mármint melyik része? Az udvarlás része? Az udvarlás része. Tehát a társadalmi konvenciókon alapul, és mindennapos, ebben megegyezhetünk. Nagyon szeretem azt az ott, hogy udvarlás. Ugyanis az udvarlás az azt jelenti, hogy van a ház, ami körül van az udvar. Ami azt jelenti, hogy előbb az udvarba megyek be, úgyhogy bekopogok oda is, engedélyt kérek, hogy oda beléphessek, és aztán leülök az udvarban, vagy megvárom, amit beljebb hívnak. A zaklatásnál ez a sorozat nincsen betartva. Ott arról szól a dolog, hogy valaki erre szoktam, hogy ajtóstúl ront a házba, ami azt jelenti, hogy nem tiszteli a házigazdának a jogát, ami ebben az esetben mondjuk egy nőnek a joga a saját testéhez. Ami azt jelenti, hogy egy nőnek a saját testéhez saját joga van, és először ezt kell figyelembe venni, ennek a tempóját, a minden tulajdonságát igazából, és ehhez érdemes igazítani a belépési igyekezetet. Mielőtt arról beszélnénk, hogy ezeket a falakat miért akarják folyamatosan, mert azért ez mindennapos történet lebontani, azért érdeklődésre figyeltem, amit mondtad, figyeltem nagyon, és a nőkről beszélsz mindig. A szexuális zaklatás 95%-ban nők iránt valósul meg. Megvalósult férfiakkal szemben is, sokkal-sokkal kisebb mértékben, nagyon egyszerű azt gondolom a dolognak a magyarázata. A szexuális zaklatás, ha tovább léptetjük, és a szexuális erőszak felé lép tovább, ez mindig egy testbe való behatolás felé
történik, ami mindig a női test. Tehát, az esetek 95%-ában a női test. Tehát semmiképpen nem egy ultrafeminista kurzus hozzá. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Válság van ebben az értelemben? Vagy csak mindazt, amit mindez idáig elhallgattunk, az most egyre inkább napvilágra került, mert volt néhány kellően bátor és tisztességes ember, aki ezt nyilvánosságra hozta. Szerintem inkább változás van. Nagyon-nagyon nagy mértékű változás, ami azt jelenti, hogy a női-férfi viszonyban óriási változás történik most, ami lehet, hogy a szüfrazsettek korától datálódik, de én azt gondolom, hogy sokkal régebről egy átalakulás a férfi-női viszonyban, amiben a hatalmi pozíciók nagyon erősen változnak, eltolódnak, és én azt gondolnám, remélem legalábbis, hogy valamennyire a társi viszony felé mozdulhatnak el, hogyha ügyesen csináljuk. Hogyha nem, akkor nem biztos, hogy jobb lesz a világ, mint eddig volt. Mi a véleményed arról, hogy ez nem erőszaktevő és zaklatott ügye, nem férfi és nő ügye, vagy nő ügye, hanem ez ilyen értelemben társadalmi ügy? Én azt gondolom, hogy igen. Amennyiben mennyiségekről van szó, amikor ez egy jelenségé válik, akkor a társadalomban végben menő folyamatról beszélhetünk, és azt hiszem, hogy ez társadalmi ügyé válhat, aminek van egy nagyon személyes vonatkozása mindig. Mert hát végig kell gondolni azt, hogy a zaklató vagy a zaklatott saját életteréről van szó. Ugye egészen más dolog valamiről beszélni, ami másik emberről történik, vagy másik emberrel történik, meg más dolog, hogyha ez a saját életemre vonatkozóan egy fontos történés. Úgyhogy társadalmi és személyes folyamatokról is lehet szó. Minek köszönhető, hogy napvilágra kerül? Hogy túl, most ez... Hogy most. Nem most általában, hogy általában napvilágra kerül. Hogy valaki végre egy nagyon nagyot nyel, levegőt vesz, és azt mondja, hogy elég. Azt hiszem, hogy ennek köszönhető, és talán annak is, hogy meg kell, hogy teremtődjön az a közeg, ahol ez az elég, ez ha elhangzik, akkor valaki meg is hallja. Ugyanis nehogy azt higgyük, hogy zaklatás és szexuális zaklatás, vagy nemi erőszak, ez csak most történik, vagy hogy, hogy eddig soha nem történt ilyesmi, ez mindig is történt, ez nagyon gyakori jelenség volt, csak eddig nem biztos, hogy mertünk róla beszélni. Meg annyi eset egymásra épül? Tehát valaki egyszer kimondta, és a következő azt mondta, lám-lám. Ez egy olyan dolog, mint a kinyitnánk egy zsilipet. És akkor kiderül, hogy a zsilip mögött ott nem csak egy csepp víz van, hanem nagyon-nagyon sok minden más is. A szexualitás, mint téma, ez általában tabu, és természetesen a szexualitás tabu részéhez az erőszakos témák még inkább a tabu tartományba esnek, mert hát ki az, aki ezzel szeret dicsekedni, ki az, aki ezt szívesen napvilágra hozza. Még azt is megmerném kockáztatni, hogy az erőszaktevők egy részesen biztos, hogy amikor utólag végig gondolja, akkor szívesen napvilágra hozza ezeket a dolgokat. Ez inkább fű alatt és rejtve marad. A szégyen egy nagyon fontos elem ennek az egésznek. Abban egyetértesz, hogy ne ítélj, ne ítéltes, tudjuk ezt régről, de nyilvánvaló, hogy ennyire ne egyszerűsítsük le a történetet, hogy azért hajlamosak vagyunk túlságosan gyorsan ítélni? Mi az egyáltalán a helyes ebben az esetben? Az nyilvánvaló, hogyha valakit ilyen inzultus ér, az egy bélyeg önmagán is. Nehéz túltennie magát, olyan pszichológiai kérdés, amit azt hiszem, hogy napestig beszélgethetnénk erről. No de, ha egyszer elmondja, utána kidől a zsákból a liszt, és hegyekben vannak ezek a történetek. Az a helyzet, hogy például nagyon gyakran előforduló forgatókönyv, hogy az, akivel ez történik, valakinek elmondja. Csendben, nagyon halkan, nagyon óvatosan, mert fél attól, hogy a másik esetleg azt mondja, hogy ugyancsak beképzelted. Vagy ez, hogy na ne szórakozzál, hiszen úgy öltöztél, hogy ennek ez lett az eredménye, magadra ves. Tehát nagyon gyorsan lehet egy ilyen riposztot adni egy-egy ilyen megnyilvánulásra. És miután a társadalom nem igazán befogadó közege az ilyesfajta megnyilvánulásoknak, vagy önbevallásoknak, nincs kultúrája sem annak, hogy hogyan fogadjuk ezeket az üzeneteket. Arról nem is beszélve, hogy ezeknek a helyzeteknek egy része, úgy mondhatnám, hogy semleges környezetben zajlik, tehát például az utcán, ahol egy vadidegen szólhat nekem. Ez egy, azért mondom, semleges környezetek, mert el tudok menni. De a zaklatásnak van egy másik nagyon veszélyes terület, ez a családon belüli, vagy az ismerősök által elkövetett zaklatás, erőszak és egyebek, ami még nehezebbé teszi a helyzetet, hiszen ott egy óriási bizalmi válság történik, mert hogy az az ember, akihez én bizalmi viszonyban kapcsolódom,
az az ember tesz velem olyan dolgot, amit nem tudok hova tenni, nem tudom megmagyarázni, nem tudok értelmét adni ennek a helyzetnek, és egy nagyon erős konfliktus, egy dilemma keletkezik az emberben, ami gyakran lefagyásos állapothoz vezet, az azt jelenti, hogy nem találok rá szavakat, nem tudom elmondani, még magamban is kételkedem, hirtelen felborul az egész világrendje, és ezt megfogalmazni, felvállalni, valakivel közölni, ezek mind-mind lépcsőfokok. És nem véletlen, hogy az ezzel kapcsolatos témák, azok gyakran a rendelőintézetben, vagy a klienssel folytatott beszélgetés során derülnek ki, hogy valamikor régen volt egy hasonló élménye valakinek, ami még felnőtt korában, vagy később évekre, évtizedekre kell később is még érezteti a hatását, mert ez a személyiségünknek egy olyan rétegét érinti, ami az egyik legfontosabb magvát, a férfiasság, nőiség, a lényemnek a magvát adhatja. Az igaz, hogy az erőszak hatalmi kérdés? Én úgy gondolom, nem feltétlenül. A szexuális zaklatás? A szexuális zaklatás. Én azt gondolom, hogy ez hatalmi kérdés. Ez egyszerűen arról szól számomra mindenképpen, hogy ez a bizonyos udvarlás helyett van egy betörés. És betörni általában az szokott, aki erősebbnek érzi magát. Van ennek egy másik vetülete is egyébként, amikor azt mondom, hogy igazából az illető valószínűleg gyenge. Mert hogy valószínűleg egy olyasfajta gyengeségét próbálja ezzel leplezni, ami nem ismer más utat talán. Nem tudja, hogy hogyan kell ezt kultúráltan csinálni. Nem tudja, hogy nem bízik magában, hogy én tudok úgyis partnert szerezni magamnak, hogy az udvarlás folyamatán végigmegyek. Nem tudom, hogy tudok-e úgy szerezni magamnak valakit, hogy ő elfogadjon engem, és ezért rá kell kényszerítenem arra őt, hogy engem valamilyen módon elfogadjon. Én azt gondolnám, hogy ez hatalmi kérdés elsősorban. Márpedig ugye beszélgettünk arról még a műsor előtt, hogy mióta világ a világ, ez terítéken van ez a történet. Ez a társadalmi kiszolgáltatottság érzése, és nem csak érzése, hanem nagyon is hatalmi szóval, illetve tettekben megnyilvánuló esetek sorozatát tudjuk mi említeni. De mi a helyzet a 21. században? Tehát nyilvánvaló, hogy ahogy felnőttünk, nagyon ritkán találkoztunk hasonló történetekkel. Általában az irodalom hozza ezeket felszínre. Most viszont olyan világot élünk, hogy nagyon is jogosan egyébként, de a blog hegyek foglalkoznak ezzel. Mi ennek az oka? Lett egy olyan közeg, amiben ezt nyilvánosságra lehet hozni. Nem gondolnám, hogy eddig ilyen nem volt. Inkább az eszköze annak, hogy ez napvilágra kerüljön, ez valahogy nem volt kialakulva, nem sikerült egy olyan közeget találni, ahol hirtelen egy ember bátorsága felhatalmazna a többieket is arra, hogy vállalják a sorsukat. Én azt hiszem, hogy ezeknek az eseteknek a nagyon nagy többsége nem azért nem került napvilágra, mert nem lett volna ilyen, hanem egyszerűen azért, mert ezeket az eseteket nem tudjuk jól kezelni. Nem tanultuk meg, soha nem is tudtuk ezeket kezelni. Ez tanulható egyáltalán? Ennek a kezelése? Igen. Persze. Azt gondolnám, hogy ezt mondok egy másik példát, a bullying jelenségére, biztosan most már mindenki ismeri, hogy mit jelent az iskolában, az iskolai erőszak például, ahol van egy általában hatalmaskodó, aki a másikkal megpróbál nagyobb lenni, mint a másik, megpróbál erősebb lenni, mint a másik, és nagyon erőszakos módon teszi ezt. A szexre ugyanígy létezik egy ilyen szexbullying, én azt gondolom, hogy ez valahol hasonló jelenség lehet, ahol nem szexuális közeledés, hanem a magam hatalmának az erősítése, és a másik embernek a kicsinyítése, ez zajlik. Úgyhogy az, hogy ezt hogyan merem aztán, hogyha kicsi vagyok, vagy kicsinek akarnak engem bemutatni, hogy hogyan merem a hatalommal, a nagysággal felvenni a harcot, vagy merem egyáltalán, ez azért mindig egy nagy kérdés, ez nagyon rizikós dolog. Az összes eset, amit most itt hallottam, az abban mindig volt egy ilyen, hogy én a kicsi, a naggyal vajon felmerem-e venni a harcot? Én a jelentéktelen, a híressel. Van esélyem annak, hogy egyáltalán valaki elhiszi azt, amit mondok? És ezek mind olyasfajta arányeltolódások, amikor valaki kicsinek vagy semminek érzi magát, egy másiknak meg azt hiszi, hogy ez a nagyság. Ez egy tévedés. Lehet ebben élni? Miben? Hiszen ezek a történések 20 éve, 30 éve voltak, és máig nem feledik, miközben folyamatosan megismétlődtek.
nem kérdés, hogy lehet ebben élni, mert ebben élünk. Az, hogy jó ebben élni, ez már egy másik kérdés, és azt gondolom, hogy talán inkább innen lehetne ezt a diskurzust elkezdeni, hogy vajon akarunk-e ilyen közegben hosszú ideig élni. Jó-e nőnek, vagy jó-e férfinak lenni, vagy jó-e embernek lenni egy olyan közegben, ahol megalázható vagyok, vagy megalázhatok bárki más, ahol el kell ezt tűrnöm, ahol ennek a megaláztatásnak az élményével kell élnem, ahol ez esetleg folyamatosan netán társadalmi megegyezéssel zajlik, mert hát azért a viccekről, meg egyebekről azért elég sok olyan dolog van, amit nagyon nehéz. A szégyenérzet túlnő rajtunk? A szégyenérzet egy nagyon érdekes dolog igazából, ugyanis a szégyenérzet az nagyon erős fizikai tünetei vannak a szégyennek. Mindenki, hogyha magunk elé képzelünk egy szégyenteli embert, akkor látjuk a lehajtott fejét, az égő arcát, hogy a vállai lefelé hajlanak, és az egész teste kifejezi azt az állapotot, hogy kisebb vagyok, vagy kisebb akarok lenni, mint amekkora valójában vagyok. Ez a büszkeségnek, a magamvállásnak pont az ellentetje. Ami azért veszélyes, mert a szégyen összehúzódásra és a magam nem vállalására kényszerít, ami egy nagyon fájó élmény a legtöbb ember számára. Nem is véletlen, hogy szeretnénk tőle megszabadulni, vagy eldugni, eltitkolni ezt az egészet, mintha nem is velünk történt volna a dolog. Ha valamit ilyen esetben nyilvánosságra hozunk, az megszabadít részben, elfeledjük a saját adott esetben naivitásunkat, jó hiszeműségünket, a saját szégyenünket, vagy ez mellékszer? Nem feltétlenül. Mondok egy példát. Mondjuk valaki zaklatás vagy nemi erőszak áldozata lesz, feljelentést tesz, és ezek után megindul az a procedúra, aminek eredményeként neki újra és újra azzal az élménnyel kell szembesülnie, amit szeretne feldolgozni. A feldolgozatlan élmény újra és újra előhozatala, vagy a nem feldolgozása másodlagos, harmadlagos traumatizációt okozhat, tehát adott esetben akár súlyosbíthatja is az élményt. Tehát ezért kéne ezzel valahogy nagyon óvatosan bánni, mert újra gondoltatni, újra idéztetni feloldás nélkül, vagy segítség nélkül egy ilyen élményt nagyon veszélyes dolog lehet. A praxisodban mennyi ideig tart, nyilván van ilyen, de és nem konkrét példát kérek, amíg egy áldozat feldolgozza a vele történteket? Nem tudok erre időt mondani. Ez teljes egészében emberfüggő. Ez részben attól is függ, hogy mennyire van eltemetve, vagy mennyire van a tudatos tartományban ez az élmény. Mennyire fogalmazódott már meg az illetőben, hogy vele egy ilyen élmény történt. Mert hogy vannak olyan esetek, amikor mindezt a történést az agyunk, a lényünk a tudattalamba száműzi, azaz meg nem történté teszi, szinte hozzáférhetetlené teszi a tudatos énünk számára, és a mélyből alakítja, vagy formálja a társas viszonyait az illetőnek. Az, hogy egy ilyen élményhez eljussunk, hogy egyáltalán eljussunk, néha nagyon hosszú folyamat eredménye lesz csak, néha pedig meglepő gyorsasággal sikerül felszínre hozni. Nagyon gyakran azért, mert hogy aki eljut hozzám, az elképzelhető, hogy egy olyan esemény kapcsán jön, ami hirtelen megmozdította ezt a zárványként őrzött élményt, és valami olyan dolog történt az életében, ami hirtelen egy helyzetet, egy embert, vagy valamit elviselhetetlenné tett, és nem tud vele mit kezdeni az illető. Mennyire fontos a környezetünk? Hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy az velünk együttérzőek, a sajnálat, az néha többet árt, mint az a képmutató közeg adott esetben, aki azt mondja, hogy megérdemelted, mert rövid volt a szoknyád, mert és így tovább. Igen, azt hiszem, hogy ez a veszély ennek a dolognak, hogy itt nem az érzéketlenség, sem a sajnálat nem feltétlenül jó hozzáállás, nem feltétlenül kedvező közeg a feldolgozáshoz. Azt gondolnám, hogy ehhez azért lehet, hogy érdemes egy szakmai segítséget kérni, mert hogy feldolgozni egy élményt nem ugyanaz, mint újra és újra előadni, olyasfajta reflexiók nélkül, amik segítenének abban, hogy ez az élmény átdolgozottá váljon. Egy-egy ilyen élmény feldolgozásának az eredményeként nem pusztán az élmény feldolgozása várható, hanem az is, hogy ez az élmény nem egy elzárt, titkos kamrában levő rettenetes dolog lesz, hanem integráltá válik. Az azt jelenti, hogy beépül a személyiségbe mindannak a tanulsága, mindannak a hozadéka, amit hozhat egy ilyen esemény, mert ilyen is előfordul, hogy az ember megtanulja például megvédeni magát, szembenézni valamivel, pontosabban értékelni magát. Tehát nagyon sok tartalékot rejthetnek ezek az esetek, ha jól közelítjük meg, ha megadjuk a teret, az időt, a lehetőséget ennek a
ennek az érzelemteli feldolgozásához, amihez sem a sajnálat, sem az érzéketlenség nem igazán megfelelő út. És az üldöztetés, illetve az üldözés sem. Ugye erről ez meg most, már nem is beszélve, tehát most elkezdődik egy férfi üldöző pogrom, akkor én ezt visszautasítom mindnyájunk nevében. Viszont képmutató a világ, és ez nem csak azért egy általános jelzőszerkezet, hanem valóban így van. Tehát egyik oldalról továbbra is elítéljük azokat, akik ebbe a helyzetbe kerültek, mert nem hiszünk nekik adott esetben, mert hogy bizonyítsd be, és így tovább, és így tovább. Másik oldalról pedig, ha a közvetlen környezetünkben történne ilyen, akkor ölni tudnék én is, meg bárki más. Hát pont ez adja a dolognak a nehézségét, és azt gondolnám, hogy a lehetőségét is egyben, hogy most akkor kezdjünk el erről beszélni. És azt gondolnám, hogy az egyénre való kihegyezettsége ennek a dolognak, talán ez, ami a kulcsa lehet a dolognak, hogy itt nem feltétlenül az egyénről van szó csak, hanem a jelenségről. És hogyha az egyénről is, meg a jelenségről is beszélünk ebben a dologban, azt, hogy most egyáltalán erről a témáról beszélgetünk például, ezek mind-mind lehetőségek arra, hogy ez a helyzet megváltozzon, hogy valaha, valamikor másként viszonyuljunk ehhez az egészhez, és ad abszurdum, ne legyen ez a jelenség az életünkben. Tehát, hogy valamennyire, hát nem mondom, hogy eltűnjön, de hosszú távon azt hiszem, hogy ez lenne a cél, hogy ez a jelenség feleslegessé vagy szükségtelenné váljon, mármint hogy a zaklatás meg a nemi erőszak. Igen, mert hogy ez nem az elkövető és az áldozat ügye. Ez visz meggyőződésem minden, ezért hívtalak. Mert viszont nem is a blogok ügye. A blogok, mert? Igen, azt gondolom, a blogok néha nagyon, tehát nagyon sok módon tudják ezt a helyzetet láthatóvá tenni a blogok. Az egyik az, hogy hirtelen nagy népszerűséget teremtett a dolognak, ami akár bagatellizálhatja is a történetet egyébként, én ezt a veszélyét érzem inkább, vagy az, hogy olyasfajta hozzászólások tömkelege érkezik, ami, hát, hogy is mondjam, nem nagyon segíti az ügyet például. De én érzem ebben a lehetőséget is, a lehetőségét annak, hogy tiszta vizet öntsünk a pohárba, hogy elkezdjünk erről gondolkodni, hogy elkezdjünk erről beszélgetni, hogy nézzük meg, hogy mit is rejt tulajdonképpen egy ilyen konfliktus, mit jelent kommunikációból, mi volt az indítatás ennek az egésznek akár. Lehet ezt egyáltalán kultúráltan megfogalmazni? Vagy álszentek vagyunk? Micsodát? Az zaklatást, vagy a nemi erőszakot, vagy melyiket? Amikor erről beszélünk, ezt lehet erről. Én azt gondolom, hogy ezt most tanuljuk. Ezt most tanuljuk. Pont erről szól az egész, talán az egész 21. századnak az egyik nagyon fontos áramlat az, hogy a szexről, a szexualitásról érdemes beszélni, és nem csak alpári és trágár módon, hanem máshogy is, és talán most kezdünk erről sokszínűbben, vagy sokszínűbben egyáltalán beszélni, ami azt jelenti, hogy hát akkor hogyan beszéljünk erről tárgyilagosan, érzelmileg fűtve, józanul, személyesen vagy nem személyesen, tehát hogy többféleképpen, mert hogy eddig a semmi volt nagyjából, és most ehhez képest hirtelen lesz néhány módja annak, hogy hogyan tudunk erről beszélni. És melyik a legjobb megközelítés? Ki válaszol magának? Nem tudok erre most mondani. Szemléletes módot? Nem tudok erre most mondani. Utassa a mélységeket? Azt gondolnám, hogy már maga az a tény, hogy egyáltalán a dolog beszédtémává válik. Én ezt jónak ítélem. Az, hogy ez hogyan, mennyire válik emberivé, vagy mennyire válik megalázóvá, vagy mennyire adhat utakat arra, hogy kifejeződjenek igények. Például egy nőnek az igénye arra, hogy hadd legyen jogom a saját testemhez, hadd ne fogadjam el, hadd ne is halljak meg akár olyasfajta dolgok, amik engem lealáznak, vagy megaláznak. És a másik oldalon pedig hadd legyen valaki, sokfajta módon, hadd legyen valakinek sokfajta módja annak, hogy kifejezze magát, és tudja az árnyalatait. Mert azt gondolnám, hogy az az ember, aki trágár szóval zaklat például valakit, az lehet, hogy egyszerűen kultúrátlan, és nem nagyon érti, hogy hogyan lehet ezt másként csinálni. És onnantól kezdve inkább a szexualitás felé mozdulhat el a dolog, és nem feltétlenül csak hatalmi játszmáknak a eszköze lesz. És hogyha más nézőpontot is be tudunk ebbe csempészni, mondjuk például azt mondom, hogy lehet, hogy ez egy vágy arra, hogy valaki közeledjen egy másik ember felé, csak ügyetlenül csinálja. Nem feltétlenül sérteni akar vele. Akkor ezt lehet tisztázni. Ha pedig kiderül az, hogy ő sérteni akart valakit ezzel, vagy magát akarta helyzetbe hozni, és még nagyobbnak lenni, akkor lehet, hogy ott akkor ideje gondolkodni erről. Bocsánatot kérni, például. Felvállalni, vagy azt mondani, hogy így,
elgondolkodom ezen, hogy ezt így kell csinálni, vagy sem. És én azt gondolnám, hogy mindenkinek van ebből nagyon sok tanulnivalója, és azt hiszem, hogy ezt talán ideje lenne majd beemelni a nevelésbe is. Ő megnyugtatta, hogy tanulható. Innét folytatjuk. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, tehát tanulnivalónk van bőven. A munkai zaklatásokról, illetve a szexualitás, az ajánlattétel módjáról, a kölcsönös beleegyezés jelentőségéről beszéltünk. Annak tükrében, hogy minden történt az elmúlt héten, a nyilvánosság előtt, illetve hát a nyilvánosság kizárásával történt, ami történt annak idején. Addig is köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk rövidesen ismét Sélei Györgyivel. Addig is minden jót kívánok, viszontlátásra!